Különleges keleti hangszereik között beszélgettünk dr. Barta Júlia keletkutatóval, és kiderült, karcagi kötődése is van az egyik hangszerének. Egyik egy különleges hangú méhekedő. A mongol zenét egyébként is torok hangon éneklik, és ezt kísérik ezzel a hangszerrel. Gyönyörűen szól, lófejet látunk rajta, lószörből van a húrja és a vonó is. Ez egy mongol hangszer, morin húr. A neve nagyon különleges a hangja, mély hegedű egyébként, így lehetne talán legjobban leírni, nagyon különleges a hangja. A keleti zenében ez az, amúgy is a mongol zene az egy rendkívüli dolog, ugye a torok hangon éneklőket már hallottuk sokan. Az ő éneküket kíséri, ez a legelterjedtebb, ez a legismertebb mongóliai hangszer, és a pusztában gyönyörűen szól. Nem véletlen az ábrázolás, ugye lófejes, lófejet látunk rajta, és természetesen a húrjai is lószőrből, és a vonó is lószőrből készült. Méhegedőt így használják lefelé tartva, ugye nem úgy, mint a nyugati prímások, hanem lefelé tartva. Nagyon különleges a hangja, ezt nem tudjuk megszólaltatni, mert még nincsen begyantázva és felhangolva, de egyébként teljesen működőképes. A másik jellegzetes hangszer, a dombra pedig Mándoki Kungur Istváné volt. A pusztai zene legjellegzetesebb kazak hangszere a két húrú dombra. Mándoki Székesfehérváron élő barátjának adta emlékbe, amit tavaly Karcagon a Szent Annaiban lévő Mándoki 75 éves emléknapon kapott meg tőle a szakember, aki ezt abban a pillanatban a Csokonai Könyvtárnak ajándékozta. Amint az olvasóternet elemezik a karcagi tudósról, akire méltán lehet büszke Karcag. Ez az ő dombrája volt. Ugye a pusztai zenéről beszéltünk korábban, a legjellegzetesebb kazak hangszer a két húrú dombra, és ez a dombra Mándoki Kungur Istváné volt, egy Székesfehérváron élő barátjának adta emlékbe, és tavaly, amikor Karcagon volt a Szent Annaiban a megemlékezése 75. évfordulója, akkor megkaptuk, megkaptam én, és én tovább fogom adni. Abban a pillanatban a könyvtárnak ajándékozom, amint mondjuk az olvasó termet elnevezik Mándoki Kungur Istvánról, és milyen szép lenne ott egy sarok, egy emléksarok, hiszen méltán lehet rá büszke Karcag. Tehát ez az ő dombrája. A harmadik hangszer ugyancsak egy méhegedű, az anatóliai törökök használják. Tökből készült, nagyon különleges hangja van. Ezt a 80 éves hangszert egy török tanár embertől kapta ajándékba, amikor is a törökök nagy gyermeknapi fesztiválján kísérte néptáncos gyerekeket Magyarországról. Ezen 20 országból vettek részt a néptánc csoportok. Ez ugyancsak egy méhegedű, ez anatóliai török, mint mondtam, én szerettem mindig a keleti útjaimról valami hangszert is hozni. Ez tökből készült méhegedő, ugyancsak úgy használják, úgy olyan tartással használják, mint a morin húrt. Nagyon különleges hangja van ennek is. De ezt a keleti ember amúgy is szeret mindent díszíteni, lehetőleg patinás dolgokkal, lehetőleg értékes dolgokkal, arannyal, ezüsttel, hiszen a hímzésnek, a szkófiumnak ugye épp a törököknél van nagy hagyománya, meg aztán tőlük terjedt el nálunk is. Például ugye már a Rákóciak idejében hoztak török és örmény fonálhúzó mestereket, szkófiumhúzó mestereket, mert tulajdonképpen ez is egy ilyen filmszálból font díszítő sor. Szerintem nagyon nem illik a tökhöz, de a mester úgy gondolta, hogy ez odavaló, így aztán rákerült. Bőrből van, vékony bőrből van a borításra, meg hát ugye ez rendes kabak tök. Ezt ajándékba kaptam. Izmirben kaptam ajándékba egy tanárembertől, egy ottani tanárembertől, mert ugye épp, most lenne, ha nem lenne járvány, a törökök nagy fesztiválja, a gyermeknapi fesztivál, ami hatalmas rendezvény szokott lenni, és mindig hívnak néptáncos gyerekeket Magyarországról is. Ilyenkor 16-18-20 országból jövő néptánccsoport jelenik meg a törököknél, és hatalmas fesztivál, és hát én sokszor kísértem
gyerektáncos tánccsoportot, Jászberényieket főleg, meg szolnokiakat kísértem ezekre a fesztiválokra, és Izmirben kaptam egy ottani kollégától ajándékba.